Ha ingyenesen is támogatnál, akkor használd a DRUS kódot. Köszi. Szasztok srácok, eltaláljuk itt a RUS-t, és nézzük az első mítoszt az 50-ből. Mi a bumerang ható távolsága, és ha láthatjátok, 45 méternél még mindig meg tudunk ölni egy ellenfelet. 56-nál is meghalt. Megyünk még, de kiépítek, legyen 77 méter. Lehet nem jól találom el. 77 méter távolságban is meghalt még. Oké, legyen a következő 85. Valószínű nem jól dobtam. Azért ezt rá kell érezni, és 85 méterre is meghalt. De jó Isten, mi lehet ennek a vége? 90-nél nem találtuk el. 89-nél sem. Nézzük a 88-at. 88-nál se. Tehát, hogy nem jól dobok, 88-nál sem bírod eltalálni, úgyhogy kevesebb lesz, mint 88. És innentől kezdve akárhol eltalálom, az lesz a vége. 87 méter. Amit láthatjátok, mint a Szent János bogár, ugyanúgy ezek a darazsak vagy moszkítok, nem is tudom mik, nem csak floor lootként található meg, és igen, valószínű sebezni is fognak. Hát ott itt van a Szent János bogár, mint floor loot, de ezek itt repülnek is, úgyhogy ez a mítosz igaz, srácok. Srácok, itt a virágok, hát kb. 90%-a fék. Persze azt hittem, hogy tudok nyersanyagot szerezni belőle, mondjuk fát, mint ilyen, mit tudom én, kisebb fákból, vagy akármi, régebbi bokrokból, de semmi. Ez csak így megvan ide csinálva, ezt szét tudod szedni, de amúgy nem, úgyhogy a virágokat nem, úgyhogy ez a mítosz igaz. A következő mítoszba azt fogjuk megnézni, hogy igen, a moszkítók, vagy nem tudom, mi ez darázs, legyen darázs, szóval darazsak követnek, amíg meg nem ölnek, hogy ez igaz-e. Ez a mítosz igaz, srácok, mert akárhova megyek, ezek folyamatosan nem állnak le. A következő mítosz úgy tartja, hogy nem csak bounty lehet felvenni ott a bounty boardnál, tehát itt ez a tábla, és más questek is elérhetők. Így van, ez a mítosz igaz. Chest finder is van, vagy mi a tököm, search chest. Tehát az a lényeg, hogy keresni lehet chestet, és akkor a következő az viszont helyet kell meglátogatni, és azért is megkapod a rewardokat, de természetesen felveheted. Ugyanúgy a bounty-t is. Elvileg bekerült egy új fegyver, ami nem más lesz, mint a Thermal DMR, srácok. Hogyha belenézel a scope-ba, akkor itt ilyen dzsungeles, mocsaras területnél vagy, akkor jobban látod az ellent. Viszont ennek van egy másik módja, ez igaz-e, hogy normál DMR-ként is tudod használni. Megnézzük, hogy ez a mítosz igaz-e, és így van, hogyha megnyomod az L-shiftet, legalábbis nálam, akkor át tudsz váltani normál DMR-re, amit eddig használtál. Úgyhogy ez a mítosz igaz. A következő mítosz úgy tartja, hogy a slide-olsz gyorsabb vagy a sárba. Ez volt a normál slide, tehát látod, itt ez volt az a sebesség, amit eddig használtuk, és a sáron keresztül, vagy mocsaras helyen keresztül mész, akkor sokkal-sokkal gyorsabban fogsz csúszni. Nézzük, hogy ez igaz vagy sem. Lol, azta, sokkal gyorsabb vagy. Ez a mítosz igaz. A következő mítoszban azt fogjuk megnézni, hogy tudsz-e healelni itt a sárnál. Igen, tudsz healelni a sárnál ugyanúgy, ahogy eddig, hogyha sima helyen slide-olsz. Ez a mítosz igaz. A következő mítoszt megnézzük, ha már itt vagyunk, tudsz-e shieldet használni és shieldet tölteni a sárban, miközben slide-olsz. Ez is igaz, ez a mítosz, srácok. Meg tudjuk-e csinálni ebben a mítoszban, hogy két évvirágot egyszerre fölrobbantunk? Vannak ilyen különböző növények most már a játékban, szóval ha az egyiket elütöd, akkor be tudod igen robbantani a másodikat is, úgyhogy ez a mítosz igaz lesz. Vannak dínok a játékban, és jó, oké. Szóval az én dínom harcol-e egy másik ellenséges dínó ellen? Vagy tudunk-e vele harcolni, vagy tudunk-e bármilyen képességet használni? És valószínű nem, szóval meghalna, nem tudsz vele csinálni semmit, csak ugye használni tud ugyanúgy, mint egy farkast, vagy egy disznót korábban, hogy nem harcol. Itt a dínó, és az volt az előző az enyém, szóval nem lehet egyszerre több dínót, csak egy, úgyhogy ez a mítosz nem igaz. Enemy lesz belőle, ismételten. Azt fogjuk megnézni a következő mítoszt, hogy tudunk-e magasra ugratni ugyanúgy a motorral, és így eldob, hogyha ráugrunk. Ezt próbáljuk tesztelni, az előzőnél működött, de már nerfelték, hát valószínű, nem tudom, itt már két perc próbálkozok, lehet, hogy csak nekem nem sikerült, igen, működik, hogy ez még mindig benne van, hihetetlen ebbe a chapter minden szizőnyébe. A mocsárba lassul, vagy sárba a motor? Ha belemegyünk, nem, azt nézem, hogy ugyanolyan normál sebességgel közlekedik normál talajon, mint a sárba, pedig itt azért lassulni kéne, de hát ezt nem csinálták meg, hogy srácok, ez a mítosz nem igaz.
Nem lassul. Szóval, ha eldobom elvileg, vissza kéne úgy kapnom, hogy mögé állok a fal mögé. Áthatol a falon keresztül is. Mindegy, hogy én ide visszaállok és nem itt dobtam el oldalt, úgyhogy srácok, ez ami itt az igaz. Azt fogjuk letesztelni, lerakunk egy csomó falat. Eldobom a boomerangot. Egy fal. Egy fal, egy lépcső, még egy fal, ezen keresztül átmegy. No way. Ez a vitasz is igaz lesz. Srácok, oké. Okay. Érdekes, a lépcső hamarabb eltűnt. És széttörte. Ez a mítosz igaz. Tudunk-e a boomeranggal horgászni? Peccázni bármilyen halat? Ha valószínű nem. Akármit próbálok, nem tudok vele halat szerezni. Oké, és mindig full damage-et kapná, hogyha leugrana egy fáról. Nyilván. Az a mítosz tartja, hogy most már meg tudod úgy csinálni, hogy akármilyen magasban egy fáról, nem kapsz full damage-et. Vannak ilyen új növények, és a mítosz úgy tartja, ha ezekre ráugrasz, akkor nem kapsz full damage-et. Valószínű, ez így. Igen! Ez a mítosz igaz, most már a fákon is tudsz közlekedni. Srácok, a 20-as mítosz úgy tartja, hogy van egy titkos vault itt lent, Rumble Ruinsnál, amit csak úgy tudsz kinyitni, mindjárt mutatom. Hol volt? Valahol itt volt. Lehet, le kell mennem? Igen. Erre hátra mész, tehát itt Rumble Ruinsnál itt lejössz, látod ezt az óriási szobrot, és itt van mögötte, hogyha nem tudod kinyitni, hogy kell, akkor egy lila itemet, bármilyen lila itemet adsz neki, akkor kinyitja az ajtót, és itt instant van neked 2-3 lila chest plusz 2-3 gold chest teli cuccokkal, úgyhogy ez a mítosz igaz. A következő mítoszba azt fogjuk megnézni, hogy ez a slurp track fék, avagy sem, csak így itt van, vagy tudod használni, és megkapod a 100 pajzsot. Úgyhogy ez nem fék, ez a mítosz igaz. A következőben azt fogjuk megnézni, hogy a kukába is követte a darást. Tehát, hogyha elbújok, is tudja, hogy hol vagyok. Azt a szétszették a kukát, és a kukán keresztül is. Jó, akkor is követnek. Ez a mítosz is igaz. A következő mítoszban azon gondolkozok, hogy vajon a sár megvéd a Foldavich-től. Én nagyon-nagyon adnám. Szóval, ha beleugrunk, akkor nem kapunk semmi damage-et. Remélhetőleg. Szóval, go! De meghalsz, Snowy! Na, nem baj. Ha összesározzuk magunkat, akkor kíváncsi vagyok, hogy Fortnite-ban hogy van megoldva ez. Ez a fizika, hogy csinálta meg az Epic. Tisztára összesározom magam, akkor ezt így egy körön belül le tudom magamról szedni, nem úgy, hogy megyek, és akkor egy idő után eltűnik, hogyha belemegyek a vízbe. Kíváncsi vagyok, hogy erre a mini részletre figyeltek-e. Vagy nem, úgyhogy srácok, megnézzük ezt a mítoszt. És tényleg tiszta sáros vagyok, be a vízbe. Igen, egyből tiszta ruha, úgyhogy erre figyeltek az Epicnél. Ez a mítosz igaz. Szóval folyamatosan üldöz egy másik dinó, viszont itt azt akarnám tesztelni, hogy kapok-e full damage-et így a dinóval. Szóval, hogy meghal a dinó, vagy nem lesz baj, vagy mi lesz, mennyire bírja a gyűrődést. Meg fogjuk ezt nézni most, srácok. És... jó, azért nem halt meg valószínű, mert épp hogy hozzáértem a fasz éléhez, de meghalnánk vele. Leteszteljük még egyszer, mert sokkal kevesebb HP, és valószínű megdöglik. Nem kapunk mi full damage-et, de viszont elveszítjük az állatot. Oké, srácok, sáros voltál, vízbe mentél, tiszta lettél, megnézzük, hogy a sáros a dino, vagy a talpa, és akkor hagyja lábnyomot a hóba, de erre nem figyelt az Epic. Látjátok, semmi nem változik, úgyhogy... ez a mítosz nem igaz. Igazából azon gondolkozok még, hogy ezek a darazsak, vagy akármik, támadják-e az NPC-t, ha rádobod? Van nálunk kettő. Nézzük. Kicsit közelebb megyek azért. Igen, sebzik, srácok. Oké, ez a mítosz igaz. Megnézzük, hogy engem sebez a darázs, viszont hogyha a dino velem van, sebzi azt is? Ezt fogjuk leteszteni a következő mítoszba. Itt van a kis állatkánk, ledobjuk. És a HP-ja fullos, és megmozdult a HP-ja? Nem, 300 van ugyanúgy. Úgyhogy srácok, ez a mítosz nem igaz. Csak én döglök meg. Itt nem bántják. Nem is tudom, hogy hívjam ezeket. Régen volt a Green Trail. Ez milyennek a neve? Indák? Okés, nem kapok full damage-et, szóval akármilyen magasságról ráugrok,
srácok, ezt a mítoszt akartam letesztelni. A mítosz úgy tartja, hogy nem csak itt vannak a dínók, járkálnak itt a dzsungeles résznél, és akkor találkozhatsz velük. Meg tudod őket szelídíteni, hanem tojásból is ki tudod őket keltenni. Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez a mítosz igaz, srácok, úgyhogy ha úgy nem találsz dínót, keresd ezeket a tojásokat, mert lesznek benne. Azon gondolkozok, hogy most a darazsak szétszedik az építményemet. Ide lerakok, hogy a építelék egy falat. Hát azért a szívás, mondjuk itt kezdesz egy build fightolni, de ez a mítosz igaz lesz. Szétszedik a darazsak. Srácok, azt fogjuk megnézni, hogy van-e slurp ilyen növény itt a játékban, ami elvileg tölti a HP-dat. Elvileg ő lesz az. Nézzük meg. Ez igaz-e vagy sem? Igen, srácok, ez a mítosz igaz. Következő mítosz úgy tartja, hogy van olyan virág, ami bomba. Ként szerepel, mint egy gránát, vagy valami robban. Úgyhogy ez a mítosz, srácok, igaz. Következő mítosz úgy tartja, hogy van olyan növény, ami stinkként hat. Igen, szóval elebbe bemész, folyamatosan sebezne. Szóval mindenki tudja, hogyha csúszol a sárban, akkor gyorsabban mész. Mi a helyzet? Ha főfele kezdesz el csúszni, akkor sokkal lassabbnak kéne lenned, nem? Ha ilyen dombosabb helyre mennél. A játék vagy valami. És nem csökken, srácok, a sebességet, szóval hiába haladsz fölfele, ez a mítosz igaz, ugyanúgy gyorsulsz a sárba. Ebben a szízőnben is megvéd a bokor a fall damage-től, ezt fogjuk most letesztelni. Változtattak rajta, vagy nem? Szerencsére nem, ez a mítosz igaz. Tényleg létezik új fuel car itt a játékban, srácok, amivel tudsz benzint szerezni? Most igen, nem találtam kocsit, hát ez van, és hogy elviekben ő lenne az, ezen meg tudnád tankolni. A járgányt. Nézzük meg. Ez igaz-e vagy sem? Fogod? 69. És folyamatosan megy föl. Benzin egészen 100-ig. Ez a mítosz igaz. Most azt fogjuk megnézni a következő mítoszba, hogy ez a fuel car egyből fölrobbant, hogyha szétütjük, vagy nem hat ránk. De nem halsz bele, 30 HP maradt, úgyhogy ez a mítosz igaz. Tehát az a része nem, hogy egyből meghalsz. És nagyjából próbálom letesztelni, hogy a jégen csúszol egy gyorsabban, vagy a sárba. Ez 50 méter. Hát jó, most nem fogok egyből. Kicsit neki kell, hogy fussak. Oké. Végén picit lassul. Nézzük meg, srácok, a sarat. Ez lesz durván 50 méter, de az a baj, hogy nem végig akkor a sár. Szerintem ez így lassabb lesz majd. Hát az már most lassultam. Sokkal hamarabb kezdtem a szlájdolást, lehet, hogy innen kéne, és akkor nem lesz meg az 50 méter, de úgy nagyjából fel tudjuk mérni, hogy melyik a gyorsabb. És hát, picit gyorsabbnak tűnik nekem a sár, nem tudom, ti hogy vagytok vele. A következő mítosz azt nézzük, hogy ezeken az indákon, ki is hívják ezeket, tud-e menni a dino? Na go! Végül is ez ilyen félig meddig igaz, mert tudsz rajta menni, de nem csúszik, úgyhogy valószínű, hogyha nem egyenesen megyek, leugrott róla, úgyhogy ez nem biztos, hogy igaz lesz, nem tudom. Olyan is. Tudunk-e nyersanyagot szerezni, srácok? A boomeranggal, de hát szét-szét tudjuk ütni a fát, de nem lesz belőle semmi, úgyhogy srácok, ez a mítosz nem igaz. Még mindig vannak, srácok, exotic fegyverek itt a játékban? Ezt fogjuk megnézni, itt tudjuk kivenni. Van kulcsunk, vagyis hogy nem tudnánk kivenni, az kettőkkel. Vannak benne meeting tárgyak, meg ilyenek, megnézzük, hogy ebben a szízőben az új fegyverek, mert igen, ki tudjuk venni ezt az SMG-t. Ez az, úgyhogy még megmaradtak. A következő mítoszban azt fogjuk letesztelni, hogy ott van az a láda. Az a dobbantó, hogy az egy fék tárgy itt. Vagy valójában, ha már itt a víz fölött van, akkor bele tudnánk ugrani. Nem fogjuk szétszedni, mert valószínű szétjönne. Megnézzük, hát elég féknek tűnik. Hoppá, de mégis működik, be el tudta vele dobbant, úgyhogy ez a vicc igaz, srácok. Szent János bogarak és a darazsak támadják egymást. Nézzük. Azon kívül, hogy a tűz keletkezik, egymást nem támadják, úgyhogy srácok, ez a mítosz nem lesz igaz. És meg se halnak tőlük, úgyhogy lényegtelen. A következő mítoszban már ezt fel is fedeztem és teszteltem is, srácok, az autón keresztül nem jön át a darázs. Nézzük meg. Ez tényleg igaz-e? Így neki tudsz menni, képzeld el, és úgy, hogy ellöködik, mint mondjuk egy ember, vagy bármi más. Látod? Meg tudod ölni egy autóval, az autón keresztül nem tudnak bejönni. Semmi ablakon, nem szedik szét a kocsit, meg semmi. De abban a pillanatban, hogy kiszállsz, elkezdenek téged támadni. Gondolom én. Igen, a HP-d megy, visszaszállsz,
és megint nem tudnak támadni, úgyhogy srácok, ez a mítosz igaz. Ebben a mítoszban azt fogjuk megnézni, hogy hány boomerang lehet nálam egyszerre. Egyszerre egyetlen egy boomerangot tudunk magunknál hordani, srácok. Már egyből választ kaptunk a kérdésünkre, amit fel se tettünk. Igen, valójában létezik a TT Tower POI. A játékban, srácok, ez a mítosz igaz. A 49. srácok és az utolsó előtti van-e FPS mód a játékban? Eddig úgy volt szó, hogy lesz first person, viszont még mindig nincs. Sem most, se az előző szezonban nem tudom, hogy jönni fog-e vagy sem. Srácok, mi a véleményetek, ezt írjátok meg komment szekcióban, valaha lesz belső nézetes mód a Fortnite-ban. Az 50. és az utolsó mítoszunk nem más lesz, mint hogy hatalmas magasságokba tudsz ellauncsolni a dinóval. Nézzük. Ráugrunk launchpadra. Ó, oh, hát azért... Na, ó, ez elég jó, nem? Nem azt mondom, hogy annyira hatalmas, hogy ú, de mekkora magasságom? És hova lett a dinó? De elég nagy magasságba eljöttél. Hova lett? Aszta! Szerintem mondhatjuk akkor azt, hogy ez a mítosz igaz, mert elég magas be el tudta ugratni. Srácok, ha tetszett a videó, durrans le a lájkot, iratkozz föl, hozd meg a tetted, legyen meg a 2000 lájk, köszi, ti vagytok a legjobbak.